2016 decemberre meghatározó volt a magyarországi kórházak gazdasági élete szempontjából. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az Egészségügyért Felelős Államtitkárság 60 milliárd forintos összeggel konszolidálta az egészségügyi intézményeket. Ebből 45 milliárd jutott az adósságállomány rendezésére, 15 milliárd forint értékben pedig pályázatokat lehetett beadni. Ezek olyan pályázatok, amelyekből kitűnik egy-egy szervezet gazdálkodása is hiszen a kórházak többek között kazáncserékre, ledvilágítás felszerelésére, napelemek létrehozására pályázhattak. A meghirdetett pályázatokból a szabolcs már bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház 570 millió forintot kapott. Mindezeken felül a konszolidáció keretein belül 521 millió forinthoz jutott az intézmény. Ennek köszönhetően a több kórház fenntartásáért felelős intézmény jelenlegi adósságállománya, lejárt tartozása 436 millió forint. Azt gondolom, ha visszaemlékezünk évekkel korábban, amikor, amikor két milliárd ö, környéke jártunk, egy milliárd és két milliárd környéke jártunk, ez az eredmény, ez most ez, ez, egy nagyon jó eredmény. Ebben benne van az, hogy a következő évben is milyen irányba fogunk tulajdonképpen elmenni. A főigazgató elmondta, 2016-ban nagyon szoros és fegyelmezett gazdasági évet tudhatnak maguk mögött. A biztonságos működés érdekében több területet is ástruktúráltak gazdasági téren. Többek között új alapokra helyezték a logisztikát, a közbeszerzéseket és a pénzügyet, különféle szabályzatokat fektettek le, amelyek a jövőben segítik majd a hatékony munkát. Elindították a korábban leállított belső ellenőrzéseket és folyamatossá tették a leltározást. Dr. Adorján Gusztáv hozzátette, a szabolcs már Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház likviditása stabil, üzemképes és nincs fennakadása a gyógyszer és a betegellátásban.